Egymást követve érkeztek csütörtökön a színészek, hírességek és barátok a Szamárgyics tiszteletére szervezett megemlékezésre. A színész legenda családtagjainak többek között Vladán Vukoszávjevics művelődési és tájékoztatási miniszter, illetve Ivica Dacsics külügyminiszter is részvétét fejezte ki. A megemlékezést követő szertartáson is sokan voltak. A színésztől való végső búcsút kiemelt média figyelem a Szamázsgyik 1936. november 19-én született egy bányász családban. Már fiatal korában felfedezték, hogy remek színészi képességekkel áldotta meg a sors, és nem is volt kérdés, hogy ezt a pályát választja majd. Karrierje során mintegy 130 szerepet formált meg a színpadon és a televízióban. A legismertebb filmjei egyebek között a Bitkanán Eretvi, Szutyeszka, Bombási vagy a Ljubavni Zsivot Budimirat Rájkovitja volt. Több sorozatban is játszott. Legismertebb szerepe surda alakjának megformálása volt a forró szélben. Utoljára az általa rendezett Miris Kisen a Balkánú című sorozatban szerepelt 2011-ben. A színésztől Alexander Vucic is búcsút vett. Az államfő által küldött koszorún a szerb színjátszás óriásának felirat volt olvasható.